Szombat, február 17. Ima, megbocsátás, egészség. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Jakab 5.16. Ez a szöveg arra bátorít, hogy ismerjük be hibáinkat, és imában kölcsönösen támogassuk egymást, de azt is mutatja, hogy Isten szeret, és azt akarja, hogy legyünk egészségesek és boldogok. Továbbá pedig arra tanít, hogy az ima hatalmas fegyver a gonoszsággal és a szenvedéssel szemben. Az ima kommunikáció Istennel, és számos jótékony hatása van a testi és lelki egészségünkre nézve. Ima által fejezzük ki hálánkat, bizalmunkat, szeretetünket, de a szükségeinket is Isten iránt, aki teremtett és fenntart bennünket. Az ima megnyugtatja a lelket, megszabadít a stressztől, meggyógyít a betegségből és segít közelebb húzódni a mennyei kegyelemhez. Az ima és az egészség szoros kapcsolatban áll egymással, mivel mindkettő alapját az Istennel való személyes kapcsolat képzi, ami az élet és az öröm forrása is. Az igaz ember buzgóságos könyörgése, az Isten iránti bizalom és szeretet kifejeződése. Az igaz ember nem saját cselekedeteire épít, hanem Isten kegyelmére és irgalmára. Megvallja bűneit és őszintén bocsánatot kér. A hibák beismerése a gyülekezetben és azon kívül az alázatosság és a felelősség tudat jele. Vétkeink beismerésével fejezzük ki azon vágyunkat, hogy szeretnénk javítani az Istennel és emberekkel fenntartott kapcsolatunkon. A beismerés nem azt jelenti, hogy ítéletet mondunk magunk fölött, hanem azt, hogy bocsánatot kérünk és elfogadjuk Isten kegyelmét. A tévedések beismerése a lelki érettség és az igazság szeretetének bizonyítéka. Íme néhány gyakorlati tanács, amely által konstruktív módon beismerhetjük a tévedéseinket. Légy őszinte magadhoz és embertársaidhoz. Ne próbáld elkendőzni, minimalizálni a vétkeidet, hanem őszintén és bátran vald be azokat, a következményeket pedig vállald fel. Tanúsíts megbánást és kérj bocsánatot. Mutasd meg, hogy valóban bánod, hogy a vétkeid negatív következményeket vontak maguk után, és igyekezz helyrehozni a kialakult helyzetet. Kérj bocsánatot az érintettektől, és fejezd ki, hogy tiszteled és értékeled őket. Tanulj a hibáidból, és tégy meg mindent annak érdekében, hogy a jövőben ne kövesd el azokat.